Július 27-e a fej-nyaki daganatok nemzetközi napja. Ennek alkalmából a Bajcsy Kórház második alkalommal szervezi meg július 30-án ingyenes szűrővizsgálatát a 10. és 17. kerületi lakosságnak. Előzetesen bejelentkezni július 27-ig lehet telefonon vagy személyesen, a kórházi vagy szakrendelő betegfelvételi irodákon. Sajnos a fej-nyaki daganatok gyakorisága az elég magas szintű. Azt lehet mondani, hogy a tüdődaganatok, a vastagbéldaganatok és az emlődaganatok után következik. A fej-nyaki rákok közül a leggyakoribb az a szájüregben, a garatban, illetőleg a gégében fordul elő. És hogyan néz ki egy ilyen vizsgálat? Van-e valami olyasmi benne, ami fájdalmat okozhat, és nagyjából milyen hosszú, hogy kell elképzelnünk? A vizsgálat mindössze pár perc, gyakorlatilag kellemetlenséget nem okoz, legfeljebb minimális kellemetlenséget. A menete az a következő, egy rutin fülorgégészeti vizsgálattal kezdjük, tehát megnézzük a fület, a külső hajlójáratot, a dobhártyát, a középfület, ezzel egy egyszerű fültölcséres vizsgálattal meg tudjuk nézni, belenézzünk az orrüregbe, gyakorlatilag ezt áttekintjük. Itt viszonylag ritkábban fordulnak elő daganatok. A gyakoribb terület, és ez a vizsgálatnak mindig a következő lépése, a harmadik lépése az a szájüreg és a gége és a garat. Ennek a vizsgálata úgy történik, hogy először körbenézünk alaposan a szájba, megnézzünk minden eldugott helyet, nyelv alatti területektől kezdve a fogak által eltakart területeig, a bukkát. És akkor ezek után pedig gyakorlatilag ugye belenézünk a szájgaratba, ami látható közvetlenül a torok szoros mögött, és ezt követően ugye kétféle tükröt használunk, az egyik tükörrel betekintünk lefelé, megnézzük az úgynevezett gégei garatot és a gégét, a hangszalagot más néven, és utána egy másik tükörrel pedig ugyanígy benézünk fölfelé, és megnézzük az úgynevezett orrgaratot és az egész orrüregnek a hátsó részét. Ezek a leggyakoribb helyek, ahol a daganatok előfordulnak. A kellemetlenségéről annyit tudok elmondani, hogy gyakorlatilag egy kis lidokainos helyérzéstelenítést használunk lidokain spray formájában. Fájdalommal nem jár a vizsgálat. Akinek egy picit érzékenyek a garatreflexei, ott egy minimális hányingert okozhat, de mivel egy-egy ilyen bepillantás igazából másodpercekig tart, tehát, hogy mondjam, amire valaki érezné a kellemetlenséget, addigra kész a vizsgálat. Úgyhogy én összességében azt tudom mondani, hogy érdemi kellemetlenséggel nem jár, és olyan komoly a jelentősége annak, hogy idejében felfedezzük, hogyha van esetleg elváltozás, hogy ezt a kicsi kellemetlenséget én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezért felvállalni. És van-e esetleg a vizsgálatnak olyan része, amit otthon is elvégezhetünk, vagy hogyha valamire fölfigyelünk, hogy mik azok a figyelmeztető jelek, amik arra utalhatnak, hogy jobb ezt megnézetni? Hát először is a szájban található különböző nem odavaló, elnézést a fogalmazásért, elváltozások, amik egy hét alatt nem gyógyulnak meg maguktól. Vannak nagyon sok jelentéktelen elváltozás a szájban, afták, kisebb hámsérülések, amelyek a száj nagyon jó nyálkahártya regeneráló képessége miatt napok alatt elmúlnak. Ennek nincs jelentősége. Jelentősége annak van, hogyha nem múlik el egy ilyen elváltozás, illetőleg, hogyha rendszeresen vérköpés jelentkezik, illetőleg rekedtség jelentkezik, ami nem múlik el egy hét alatt. Tehát abban az esetben mindenképpen fülorgégész szakorvos felkeresése fontos, ő tudja azt eldönteni, hogy ezek az elváltozások jóindulatúak, rosszindulatúak, van-e jelentőségük, és van-e a terápiájában további teendő. Világviszonylatban Magyarország hogy helyezkedik el a lakosságnak a fej-nyaki rákos megbetegedések számát tekintetében? Hát ugye azok az adatok, amelyek a szakirodalomból ismertek, az a WHO adatai, ami alapján azt tudom mondani, hogy évente a világon 550 000 körüli új fej-nyaki daganatos betegség fordul elő, amely ből sajnos évente körülbelül 300 000 haláleset van. Ez azért egy elég szomorú szám, tehát itt a jelentőségét ez is mutatja, hogy elég magas a halálozási arányszáma. Nem azért magas a halálozási arányszáma, mert ez a daganat jóval rosszabbul gyógyítható, mint más daganatok, hanem általában azért, mert nem fordítanak rá elég figyelmet, és későn kerül felfedezésre, mondjuk olyankor, amikor már akár áttéteket is képez életfontos szerveken. A Magyarországon azt valóban tudjuk, hogy egy kicsit magasabb a száma. Ugye ilyenkor, ha ennek az okát próbáljuk keresni, akkor mindig érdemes azokra a kockázati tényezőkre figyeljünk, hogy mi is okozhat a mai tudásunk szerint fejnyak daganatot, vagyis legalábbis mik azok a hajlamosító tényezők. Ugye a daganatok pontos okai azok azért a mai napig részint daganattól függőek, részint kérdésesek. Amit viszont tudunk, hogy az alkoholfogyasztás, főként a tömény alkoholfogyasztása, a dohányzás, a szexuális szokások miatt a HPV vírus, illetőleg az elhanyagolt szájhigiéné, a rossz fogak, az emiatt létrejövő krónikus fogingyulladás és különböző krónikus szájgyulladások, mint ahogy minden krónikus gyulladás, ezek hajlamosító tényezői a fej-nyaki szájüregi daganatoknak. Tehát valószínűleg ebben kell keressük azt, hogy Magyarországon miért magasabb a száma. Lehet ennek persze genetikai oka is elméletileg, de erre pillanatnyilag bizonyíték nincsen. Egy biztos, a fontos szájhigiéné, a fogak kezelése, a rendszeres fogorvosi ellenőrzés, illetőleg az évente megtörténő fülorgégészeti ellenőrzés, fejnyak rákszűrés, amire a Bajcsy Kórházban lehetőséget biztosítunk, az mindenképpen egy jó esély arra, hogy a fej-nyaki daganatokat elkerüljük, illetőleg legalább azt, hogyha mégis valakinél előfordul, azt idejébe felfedezzük akkor, amikor még akár 100%-osan gyógyítható. Kik tartoznak a legveszélyeztetett korosztályba, ha van ilyen? Úgy, mint a legtöbb daganatnál, a 40 év fölöttiek és a férfiak. Van egy nemzetközi statisztika erre vonatkozólag is, hogy a férfi-nő arány országok szerint picit eltérően 2 az 1-hez, uszkve 4 az 1-hez. Tehát ez azt jelenti, hogy 2-4-szer gyakoribb férfiaknál ez a megbetegedés, mint nőknél. Nyilván ez azért az alkoholfogyasztással, a dohányzással is összefügg, de hát azért sajnos a hölgyek körében is mind a 2 előfordul, mint tudjuk. Mit tapasztal, mennyire van benne a köztudatban ez a betegség? Én azt gondolom, hogy kevéssé. Tehát nagyon sok kampány van a szájüregi daganatokkal kapcsolatosan, nem csak a fülorgégészeti szakma szokott ilyet kampányt tartani és végezni, hanem a fogászati, szájsebészeti szakma is. És gyakorlatilag, hogyha valaki elmegy fogorvoshoz, akkor szabály szerint a fogorvosnak át kell tekinteni a szájüreget. Ez megint azért csökkenti azt, hogy elhanyagolt esetek kialakuljanak, de azért azt tudni kell, hogy a fogorvos kizárólag a szájüreget tekinti át. Tehát az a komplex vizsgálat, amit mi megcsinálunk, garat, gége, orgarat tekintetében, azt csak fülorgégészeti osztályokon tudják elvégezni, tehát én azt gondolom, hogy tehát nem kerülhető meg a fülorgégészeti fejnyak-rákszűréses vizsgálat. És ha valaki szeretne részt venni ezen a vizsgálaton, hogy teheti meg? Hogyha van-e valamiféle bejelentkezési mód, vagy bármi egyéb, amit tudni kell? Azért, hogy minél kényelmesebb legyen ez a szűrővizsgálat a betegek számára, és lehetőség szerint ne alakuljon kitorlódás, hisz már most komoly érdeklődést tapasztaltunk a szűrővizsgálattal kapcsolatosan, ezért július 15-től kell regisztrálni azoknak, akik szeretnének jönni a kórház betegfelvételi irodáján, vagy személyesen, vagy telefonon. Mindenkit regisztrálunk, és akkor azt követően gyakorlatilag, amikor vizsgálatra jön, akkor csak a TAJ-kártyát kell a betegnek magával hoznia, és a felvételi irodán be kell jelentkezni, és úgy kell a fülorgégészeti ambulanciára a kórháznak a 4. emeletre feljönnie. Gyakorlatilag más teendő nincs, és hát a vizsgálat az térítésmentes természetesen. Nyilván nem a mi dolgunk ezt megfejteni, és nagyon sokan biztos gondolkodnak rajta, hogy hogyan lehet minél inkább, vagy minél hatékonyabban eljutni az emberekhez, hogy valahogy jobban tudatosodjon bennük, hogy mennyire fontosak ezek a megelőzések. Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és itt azt gondolom, hogy mind a családorvosoknak komoly szerepük van, mind pedig a médiáknak komoly szerepük van, illetőleg hát különböző lakossági kampányokat kell csinálni ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy ez mindenképpen a jövő további feladata. Eddig is azért nagyon sok daganatos betegségnél történt ilyen. Ne felejtsük el, azért az emlődaganatoknál van már egy behívásos rendszer. Az egy baj, hogy a részvételi arány az a 10%-ot alig üti meg. Ebből látszik, hogy nem elég kiküldeni egy levelet, hanem nagyon-nagyon, hát néha azt mondom, hogy egy picit akár elrettentő példákkal is rá kell mutatni, hogy egy ilyen daganat milyen tragédiákat okozhat, főként abban az esetben, hogyha elhanyagolt állapotban kerül csak felfedezésre, és talán ezzel, tehát mindenképpen az egészségügyi felvilágosítás minden eszközét bevetve lehet küzdeni a daganatok, betegségek szűrése érdekében. Ezt én egy nagyon komoly feladatnak tartom a jövőre nézve, nem véletlenül kezdte el a Bajcsy Kórház ezt már 2 éve, és mi is szeretnénk más területeken következő időszakban egy kormányzati programmal közösen a vastagbélszűrés tekintetében, az emlőszűrés az gyakorlatilag most is folyik nálunk, de ebbe is szeretne a Bajcsy Kórház egy szűrőcentrummá válni, illetőleg hát a másik, amit említettem, a tüdőrákok tekintetében ott azért változatlanul ajánlott, hogyha nem is kötelező már az évenkénti mellkasröntgen, és mi nálunk egyébként működik gyakorlatilag egy ilyen tüdőrák központ, hogy így fogalmazzak. Ez azt jelenti, hogy minden eszközzel és terápiás lehetőséggel a kórház felszerelt, hogy tüdődaganatok esetében a lehető legkorszerűbb ellátást adja a betegeknek, de itt is a kulcsa a dolognak, az egyik kulcsa a dolognak az a korai felismerés. Elmondhatjuk azt, hogy talán az is egy nemzeti sajátosság lehet, hogy mi csak akkor megyünk kórházba, hogyha már nagyon nagy baj van? Hát ez a mai társadalmakban én azt gondolom, hogy azért nem ritka eset, nem feltétlenül nemzeti sajátosságnak nevezném, hanem hát azért mindenki dolgozik és elfoglalt, főleg ugye aktív korában, és hát ugye sajnos ezek a daganatok, ahogy említettük, 40 éves kor körül, és ez nem csak a szájüregi daganatokra vonatkozik, a 40 év ez egy határ, 40-45 év, 50 év, amikor még mindenki aktív. Most ilyenkor még nagyon kevés ideje van az embernek, és tényleg akkor megy el orvoshoz az emberek többsége, amikor már úgy érzi, hogy komoly baj van, és nagyon sokszor ilyenkor már késő. Tehát én nem nemzeti sajátosságnak nevezném, hanem egy picit a civilizált társadalmak felgyorsult életének a következménye, de én azt gondolom, hogy az egészség azért a legdrágább kincs, azért gondoljunk bele, hogyha az nincs, akkor semmi nem ér semmit. Innentől kezdve én azt hiszem, hogy mindenkinek alapvető érdeke az, hogy a legelső legyen az, amivel foglalkozik, az az egészsége. És bocsánat, de azután következik minden. Tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek magában tudatosítani, és hát így állni a különböző szűrővizsgálatok kérdéséhez. A vizsgálatot tehát július 30-án reggel 9 és délután 1 között végzik, előzetesen bejelentkezni pedig telefonon vagy személyesen július 27-ig lehet.